80-as években nőttem fel, és akkor nem juthattam hozzá azokhoz a játékfigurákhoz, ami nyugaton már voltak, a filmekből, képregényekből láttuk őket, és ez az érzés mindig bennem maradt. És olyan ez a mai szituációban, ahogy így elképzelném egy fikcióban, hogy Tájföldön egy kisfiú nem kaphatja meg ezeket a játékokat, hiszen nagyon drágák, annyi ott, mint egy fizetés Európában vagy Amerikában. Viszont, hogy ő fogja magát, kimegy az őserdőbe, hazamegy, össze tudja rakni ugyanazt a, vagy pontosabban hasonló vizualitást, hasonló látványvilágot. Ez volt a kiinduló pont, és ez egy picit ilyen örömmel töltött el. Én meg tudnám még jobbat teremteni, jobb játékokat, jobb figurákat, ikonokat, mint ami annak idején én is álmodoztam. Én szerves anyagokkal dolgozom, és ha nézzük, az emberek nagyon érzékenyek a szerves anyag, a volt élő entitásnak az értékelése, mert egy más állapotban, és azért ezek a bogarak be vannak egy gyantába, mondjuk azt, hogy örökre fagyasztva, és azért egyfajta szomorúság ez a dolog. A Párfüggő taxidermiája, meg Szász János Ópium című filmje, amik ilyen nagy filmdíjas filmek. Nyilván volt egy díszlettervező. Az én feladatom ezekben a filmekben az volt, hogy azokat a dolgokat találjam ki, amik nem léteznek, vagy nincs a referencia. Nem egy adott kor, ugye, nem egy 1920-as évek, vagy nem egy a szocialista korban lévő megtalálható kellék és díszletelem, hanem ezekben nagyon sok úgymond fantázia teremtette világ volt, amit ki kellett találni, és erre akkor még nem voltak szakemberek, és így, mint képzőművész, így kerültem be ebbe a filmes rendszerbe is. Néhány film erejéig dolgoztam is benne, de tehát ez nem ott egész nagy látványtervezés, hanem úgy rengeteg dolog, ami ott a filmekben érdekességként szerepel, azt meg lehetett oldani. Van egy sorvezető, ami forgatókönyv. Abban vannak olyan dolgok, aminek meg kell lenni, mert funkciója van, felveszi, megfogja, történik vele valami. És vannak olyan dolgok, amit a sorok között is akár ki lehet találni, és azt lehet mondani a rendezőnek, hogy mi lenne, ha itt lenne itt egy nőmérő tábla, ami azért van, hogy kifejezetten nőknek az adatait mérjük meg, és ennek a vizualitása ezt nagyon meséli is magáról. Ilyen nincsen, mert a forgatókönyvben egy vonalzó volt. És akkor, ha ez a rendezőt meggyőzi, és a dramaturgiájában szerepel, a jelenetbe bele tudja rakni, a Szász Jánosnál ez nagyon jól működött, hogy ő tulajdonképpen minden kis eszközömet, kis installációmat tudta használni úgy, hogy nem törte meg az ő általa megírt forgatókönyvet és dialógust. Nyilván most nyitottak a határok, viszont ugye a főközpont mindenkit Londonba húz, nyilván Berlinnek is megvan a húzó ereje, de ott rengetegen vannak, a világ minden részéből mennek, és olyan adottságaik is ugyanúgy megvannak nyilván, és hátterük. Nagyon sok osztálytársam ment egyetem után Angliába, és hát nem jött össze az a művészeti karrier, és most már mondhatjuk, mert eltelt sok idő. Tehát azt gondolom, hogy olyan csodák nincsenek. Egy másik korban, a század elején ki lehetett Amerikába vándorolni, és akár a filmbe is be lehetett futni. Most én ilyet így nem látom. Lassú építkezéssel lehet valamennyire előre lépegetni. A művészettörténetnek a sok száz éves, ezer éves történetében egy-egy művész úgy belecseppen egy bizonyos időpontba. Amikor is számolni kell a művészettörténetnek ezzel az eltelt időszakával, tehát hogy millió dolgot megcsináltak már előttünk. De ráadásul, és most ebben a globalizált világban még inkább, velünk párhuzamosan is rengeteg munka, mű és nagyon színvonalas munka születik. Tehát, hogy ennek a két
folyamatnak a keresztpontjában, hol találja meg az ember a saját személyes feladatait, tehát azokat a lokális problémákat a globálishoz képest, meg a személyes problémákat. Erre hát egy életmunkája sem elég igazán, hogy az ember arra szóljon előre. Nem szeretem ismételni magamat. Tehát, hogy ez a 6 évtized, amit a szakmában eltöltöttem, ez persze azt jelenti, hogy több mindennel próbálkoztam. De ebben azért mindig nagyon fontos volt, hogy ne veszítsem el önmagamat. Tehát, amit kicsit az előbb mondtam, hogyha az ember a koordinátarendszereknek a meccéspontjában megtalálja a saját világát és a saját énét, akkor ahhoz mindig vissza tud térni. Tehát, hogy a változások, amelyek részben a korszellemnek a változásaival, a világunk változásaival és a művészettörténet, kortárs művészetnek a változásaival is függ össze, de mi magunk személyesen is folyamatosan változunk. Tehát, hogy megpróbálja az ember ezt a változást is valamilyen módon reagálni, és akkor az újabb és újabb munkákkal. Hogy ezek a pár éven készült munkák itt mennyire tűnnek frissnek, azt hát a néző fogja eldönteni. Én mindesetre törekszem rá, hogy ebben a mai digitalizált és internetes és mobiltelefonos és nem tudom micsoda világból sem lógjak ki valahogy, hanem próbáljam ennek a világnak a színességét, a aktivitását, energiáit integrálni a képekbe. Még akkor is, hogyha közben 80 éves lettem. A halálfélelem, a szerelem és a hasonló emberi alaptulajdonságok és értékek a világ minden pontján ugyanazt jelentik. Ugyanazt jelentik Tokióban, ugyanazt jelentik Londonban és ugyanazt jelentik Magyarországban. És ez nálam valahol egy ilyen alapkoncepció volt. A másik ilyen alapkoncepció, hogyha egy művész nem ad hozzá dolgokhoz valami újat, nem tágítja a művészet fogalmát, nem hoz új szempontokat, akkor tulajdonképpen semmit se ad, és ez az egész misztikus gesztusa jelentéktelen a művészet szempontjából. Én próbálom ez alapján festeni a képeimet. Egy képnek a megszületése sokszor évekig vajúdik az ember vele, hogyha lehet ezt mondani. És aztán tulajdonképpen a megfestés az már nálam nagyon gyorsan megy. Főiskolán is odaálltak mögém a gyerekek, mert nem hitték el a kollégák, hogy ezt ilyen így meg lehet festeni, és akkor mikor elkezdtem a festést reggel, már 3-4-en ott várakoztak, hogy mikor kezdek festeni, és ott álltak és nézték, és akkor tulajdonképpen sokszor pár óra alatt megszületett egy 2x3 méteres mű, mert akkor már mindent tudtam az utolsó négyzetcentiméterig. Szóval én nem az a típusú festő vagyok, hogy elkezdem, és majd valami lesz belőle, hanem eleve már egy bizonyos koncepció alapján építem fel a műveket. A kokasmesterem azt mondta, hogy vállalt fiam, önmagad, akár a börtön árán is. Na, én ezt komolyan megfogadtam, és majdnem az lett belőle, úgyhogy a képeknek az lett az eredmény, amiket ott festettem a főiskolán, hogy elvittek mindjárt katonának. Büntető században volt egy ilyen század. Ráléptem erre a hiperrealista, fotószerű festészetre, amikor azt akartam, hogy egy tükörképet mutassak egy társadalom elé,
és akkor kezdtem megfesteni például a brigádnaplót, amikor találtam egy olyan újságot, egy hajógyári újságot, ahol ott voltak a hónap dolgozói, és ezeket festettem meg. És ahogy letettem ott az olajos padlóra, valami egész más történt ott abban a műteremben, ahol megszokta ezeket a nagy, gesztusos, súlyos képeket, akkor egyszerűen megjelenik ott egy ilyen fotószerű munkásosztály, és akkor mindenki berohant, és akkor azt mondták, hogy hát itt a harmadik emeleten megőrült valaki. Hát ez a tehetséges gyerek, hát fantasztikusan festett, mindig Csernushoz hasonlítottak, és akkor most ez megőrült, ilyen dolgokat fest. És egyébként a kokasmester is ezt lenyilatkozta, akkor az újságban ezt meg lehet nézni, azt mondja, van itt olyan növendékem, aki úgy fest, mint a Velázquez, és képzeljék, fotókat másol. Ugye akkor hirtelen nem értette, hogy az ember sok mindenről lemond csak azért, hogy fölmutasson valami újat a társadalom elé, ami komoly hatást ér el. És tulajdonképpen ezek a művek, amit akkor ugye megszenvedtem értük, és nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerültem, azok aztán bejárták a világot, és nem én mondom ezt, akkor a kritikák, hogy a magyar művészet legjobb alkotásai közé sorolódtak, amiket akkor 22 évesen festettem. Volt olyan hét, hogy Los Angelesben nyílt a kiállításom, 3 nap múlva már Párizsba egy nagy anyag, és utána mentünk át a másik nagyvárosba, és így folyamatosan nyíltak a világ nagy galériáiba és kiállítóhelyén a kiállítások, és aztán ez így ment folyamatosan. Persze itthon természetesen itthon számtalan nehézségekkel kell szembenézni, azokkal a kritikákkal és furcsa hozzáállásokkal, mert ugye az ember elér egy sikert, abban a pillanatban ráugranak, és ezt próbálják negatívra fordítani, mert mindenkit irritál, ha valaki valamilyen eredményt ért. Sajnos ez egy, mondjuk kinyílt, ez egy magyar tulajdonság. Úgyhogy felhőtlenül senki nem tud örülni a más sikerének. Én meg mindig azt mondtam, hogy attól én sokkal sikeresebb vagyok, ha tudok örülni. Szóval, ha a magyar művészet sikeres a világban, akkor én nagyon boldog vagyok. Úgyhogy mindig is így álltam hozzá a kollégákhoz is, és a magyar művészethez is, és ezért elkezdtem gyűjteni is a kollégákat, és van egy szép gyűjteményem a magyar kortárs művészetből. Egyfajta fúziós festészetet folytatok elég régóta már. És ennek elég kiterjedt hagyománya van időben, térben. Sok nagyon hasonló problémával foglalkozó festőt tudnék sorolni Magyarországon és külföldön is. Tehát alapvetően szeretnék nem nagyon éles különbséget tenni az absztrakt és a figuratív felületek között. Ez egy elsőre talán formai törekvésnek tűnik, de igazából a háttere az az, hogy egy olyan, ha lehet ilyen mondani, mélyebb egységet keresek a világban, és a festészet eszközeivel szeretném ezt valahogy megmutatni. Az biztos, hogy több fajta olvasata van a festményeimnek, tehát hogy ha valaki önmagában annak megörül, hogy be tud azonosítani egy felületet, és akkor oké, ez az első réteg, de hogy nagyon bízom benne, hogy ennek a szelencének van több fiúkja, és akkor azokat húzogathatja sokáig. A festészet számomra pont azért izgalmas kaladna kihívás, mert ugye vannak előzetes elképzeléseim, de a munka közben az rendszeresen megváltozik. Tehát ez erről szól. Tehát ez egy olyan interaktív játék, amiben részt veszek, hogy rugalmasan kell hozzá alkalmazkodnom. Tehát ha eldönteném az elején, hogy már pedig ez a festmény ilyen és ilyen lesz, és a végén olyan és olyan is lenne, az nem lenne jó festmény.
Tehát, hogy mert pont a munkafolyamat során előforduló életszerű véletlenek, csúszások, amiktől valahogy föltámad a mű, az nem kerül bele, akkor az úgy nem jó. Tehát nekem ezt el kell fogadnom, igen, tévedek, és ezeket a tévedéseket bele kell építeni a munkába. Festőként dolgozom a műteremben, de tudjuk, tehát elkészül egy kiváló mű akár, és az nem számít egész addig, amíg nem kerül megfelelő pozícióba. Ahhoz, hogy mások is találkozzanak a művel, hiszen ez lenne az egyik legfontosabb, az első lépés, ahhoz meg be kell kerülni egy vérkeringésbe. Ennek az elsődleges tagja mondjuk és ez nem csak a hazai területre érvényes, hanem a világon mindenhol így van, egy segítő, ezt úgy hívják, hogy galérista. Nekem a Deák Erika galériával van szerződése Magyarországon, és akkor ő próbálja meg ezt az egészet valahogy promotálni és mutatni, tehát ő végzi a tényleges menedzseri munkát. Valahogy be kell legyek ágyazva ebbe a rendszerbe. Többek között ez a kiállítás is egy ilyen, hiszen ez egy non-profit hely, a bekelászó kezdeményezése meg a maga módján teljesen egyedülálló, de tulajdonképpen azt mondaná, hogy hibát illeszkedik ebbe a képzőművészeti szénába. Ez egy legnagyobb elismerés feltétlenül. Tehát, hogy nem lebecsülve egyébként a szakmai grémiumoknak a jelentőséget és tudását, de nyilván tehát ez egy 10 éves időben és széles spektrumú kitekintés, és amikor a fiatalság mondja azt, hogy igen, ez meghatározó, az egy igazi elismerés. Mert hogy ez mindenféle érdek nélkül történik. Meglepődtem ezen a kiváló világításon, nagyon örültem neki, nagyon szép volt. Ugye annak idején megkaptam a teremnek az alaprajzát, a pontos paraméterekkel, amit kértem, azt nem én választottam ki, azt csak úgy kaptam, de a szokásom hosszú éven neki álltam, és egy 3D-ben megterveztem számítógépen az egész termet, tehát ugye mindennel az egy virtuális termet megcsináltam, és ez olyan is lett, tehát hogy a művek pontosan úgy azon a helyen vannak a falon, de azt nem tudtam, hogy milyen lesz a világítás, tehát az nekem is egy meglepetés volt, hogy igen, tehát hogy ennél jobban nem nagyon tudtam volna és ezt megoldani.